Bajkó Sokorai István listás képviselőként kezdte meg munkáját október 10-én Budafoktétényben. Én 3000 ellenzéki szavazót képviselek most a testületben. Hát azért is találkoztunk viszont itt, mert itt lakunk, és én már 18. éve a feleségemmel itt neveljük a gyermekeinket. Alapvetően egy igen konzervatív ember vagyok, a szüleim egyetemi tanárok, édesanyám teológus, matematikus, fizikus. Egyébként itt a helyi gyülekezetben éveken keresztül volt hittanoktató. Én magam politológiát, majd politikatudományt végeztem, és Magyarország gyűlési hivatalában dolgoztam egy darabig, illetve Újbuda önkormányzatánál. Itt lakom, ezért itt indultam, és most itt vagyok képviselő. Gyerekkoromban is sokat jártam erre, tehát maga ez a patak, ez már ilyen szempontból is a szívemhez nőtt. Én a következő 5 évben elsősorban zöld politikával szeretnék foglalkozni. Na most, igen sokat hallottam mostanában, tehát még olvastam újságíróktól is azt a mondatot az elmúlt hónapokban, hogy mögöttünk van életünk leghűvösebb nyara. Na most alapvetően ez nagyon viccesnek hangzik, csak ugye az van mögötte, hogy ma már a tudomány egységesen felsorakozott arra az álláspontra, hogy mi emberek nagyon komoly szinten felelősek vagyunk a klímaváltozásért. Na most a klímaváltozásnak megvannak ugye a mindennapi hatásai, amit mi egyszerű emberek, választópolgárok is érzékelünk. Érzékeljük, hogy sokkal melegebb van, sokkal több a kánikulai napok száma. Érzékelhetjük azt, hogy rendszeresen aszály van, máskor meg egy-két nap alatt leesik egy egész hónapnyi eső. Na most én a következő 5 évben azzal szeretnék foglalkozni, hogy önkormányzati szinten is megtegyük azokat a lépéseket, amik tudják csökkenteni ennek az egész folyamatnak a hatásait. Tehát ahhoz, hogy ezentúl 10-15 év múlva is ki tudjunk menni napszemüveg és sapka nélkül az utcára, ahhoz rengeteg fát el kell ültetnünk. Ahhoz, hogy az aszály következményeit csökkenteni tudjuk, ahhoz mind a közterületeken, mind pedig a kertekben sokkal jobban kell gazdálkodnunk a vízzel, föl kell fognunk azokat az óriási esőket, amik itt érkezni szoktak. Na most rengeteg tennivalónk van a levegő tisztasága tekintetében is, tehát ez is egy olyan terület lesz, amivel mindenképpen szeretnék foglalkozni, és hát nem véletlenül vagyunk itt a patak mellett. Mert ugye a Hosszúréti patak egy szívügyem, hogy így fogalmazzak, az egyik olyan kérdés, amit a kampányban is a zászlomra tűztem. Ugye itt 6 település érintett a Hosszúréti patakkal kapcsolatban. Itt viszont van mellette a mi kerületünkben több mint 80 olyan telek, amely folyamatosan árvízbeszélynek van kitéve. Én azt szeretném, ha a következő években megtalálnánk a megfelelő arányt a között, hogy tudjuk revitalizálni ezt a patakot, tehát a természet közeli állapotot jobban visszahozni, és ezzel párhuzamosan nagyon szeretném, ha tudnánk oldani okos észszerű megoldásokkal, víztározók építésével elsősorban, azokat az árhullámokat, amelyek itt veszélyeztetik a lakosságot. Nagyon sokakkal beszéltem, és nagyon szeretnék, ha ezt a kérdést meg tudnánk oldani. Viszont találkoztam egy nagyon furcsa jelenséggel. Nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a szúnyog probléma, a szúnyoginvázió az állóvizekhez kötődik. Tehát sokan azt gondolják, és ilyen összefüggésben már hallottam olyat is, hogy szeretnék lebetonoztatni a patakot, hogy minél hamarabb folyjon tovább a víz, ne álljon itt meg, stb. Pedig a valóságban a patak a szúnyoginvázióhoz nem járul hozzá. Ezek a pangóvizek részben azokban a hordókban, amiben magunk esetleg az esővizet összegyűjtjük, vagy megálló tócsákban és egyéb helyeken, ott rakják a lárvákat, és onnan szabadul ránk ez a rengeteg szúnyog. Egyébként ezen a területen is mindenképpen van tennivalóm, hiszen nyilván a biológiai szúnyoggyérítés pártján állok, hogy így fogalmazzak. Szeretném elérni, hogy ezt tisztességgel és ésszel csináljuk, nagyobb ráfordítással, és fejezzük be közbe ezeket a... Kiküldjük az utcára a vegyszeres autót, hogy minket, a gyerekeinket, meg a kutyáinkat mérgezze, miközben Budafok-Domborzati viszonyait vizsgálva, azt látjuk, hogy a valóságban ez a méreganyag el se jut a legtöbb kertbe, csak magunkat mérgezzük vele. Ennek szeretnék véget vetni.